Több mint 500 tűzoltó küzd a lángokkal Sydney környékén, ahol megállíthatatlanul terjed egy bozott tűz. A hatóságok szerint lakott területeket egyelőre nem fenyeget a tűz, de már így is több mint 1000 hektárt taroltak le a lángok. Kilométerekről látni a sűrű füstöt e fölött az erdő fölött Sydneyben. Az ausztrál város közelében több száz tűzoltó küzd a lángokkal. Vasárnapra azonban bejelentették, a tüzet gyakorlatilag nem lehet eloltani. Sürgősségi riasztást adtunk ki, mert úgy látjuk, a tűz nagyon agresszíven viselkedik, keleti és északi irányba is terjed folyamatosan, mondja ez a vezető tűzoltó. A lángok több mint 1000 hektár taroltak már le, egyelőre nem tudni, hogy pontosan mi okozta a tüzet, a rendőrség vizsgálódik az ügyben. Az országban azonban hónapok óta hatalmas forróság és szárazság pusztít, ez csak ront a mostani helyzeten. Szokatlanul meleg van, és ez a legrosszabb, amit most a természet adhat nekünk, de minél rosszabb a helyzet, annál jobbat hoz ki az ausztrálokból. A tűzoltók például önfeláldozást, bátorságot és professzionalizmust mutatnak, mondta az ország miniszterelnöke. Lakóházakat vagy emberi életet egyelőre nem fenyeget a tűz.